Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit március 14-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban kiállítással, könyvemutatóval, koncertekkel várom Önöket. Tartsanak velünk! Ebben az esztendőben is megrendezte farsangi koncertjét a Vox Mirabilis Kamarakórus, Zemlényi Katicáék vendégei, Bojtos Luca, Zemlényi Eszter énekművészek és Kéri Tamás zongoraművész voltak. Ebben az esztendőben is a Szent István Művelődési Házba invitálta a Vox Mirabilis Kamarakórus a Dalok barátait, Minden csak komédia címmel a 2022-23-as hangversenybérletük farsangi sanzon és operett parádé koncertjét teltház előtt szombaton rendezték meg a Szent István teremben. A meghívott vendégek Zemlényi Eszter énekművész, Bojtos Luca az operett színház művésze, valamint Kéri Tamás zongoraművész voltak. Egy picit újabb vizekre evezünk, hiszen a bordalok és az opera után a sanzon és az operett világába is egy kicsit elkalandoztunk. Nagyon érdekes ez a világ, egyáltalán nem könnyebb, mint mondjuk operát énekelni, de nagyon szeretjük ezt a műfajt is, és most kipróbáljuk magunkat ebben. Bojtos Luca az Operett Színháznak a szólóénekese, nagyon szeretjük az ő előadásait, és azért hívtam, hogy a székesfehérvári közönség is megismerhesse őt. És természetesen ez a jótékonysági koncertünk a törökországi földrengés károsultjainak lesz felajánlva, hiszen úgy érezzük, hogy kötelességünk nekünk is segíteni, ahol tudunk, ott segítünk. Ugye beszéltünk a műsorról, én érdeklődéssel szemléltem, én azt gondolom, hogy minden eddiginél színesebb, változatosabb a program. Nagyon érdekes, mert nem csak Zemlényi Eszter, Bojtos Luca fog fellépni, és Kéri Tamás zongoraművész, hanem Zemlényi Eszter tanítványai is megmutatják, hogy ők az évek során, ők a kórusban énekelnek, de magánénekórákra járnak, hogy merre haladtak, hol vannak. Tehát kis szólóénekesekre is sor kerül, és mi nagyon vágyjuk, mert nagyon drukkolunk nekik. Vannak visszatérő szerzők természetesen, viszont ahogy már beszéltél róla, különleges dallamok is felcsendülnek. Hogyne, hát Czerkovics Béla és Kálmán Imre, én úgy gondolom, hogy ők azért a nagyon nagy sanzon és operettírók közé tartoznak. Az ő műveiket énekelni, velük együtt örülni, vidáman itt lenni az utolsó farsangi szombaton, az nekünk is egy kiemelkedő esemény, és ezt az eseményt nagyon-nagyon várjuk egész évben. Az esten varázslatos dallamokkal szólították meg a közönséget. Zemlényi Eszter otthonról hazajött, és színpadra lépése megerősítette, hogy a jelenkor egyik kimagasló képességű művésze. Nem volt olyan opera estünk, amit ő kihagyott volna. Vele kezdtük, és valahogy annyira hozzátartozik már Eszter ide a fehérvári Vox Mirabilis opera parádéhoz, hogy az idén is köszönhetjük őt. Csárdás királynőnek a Szilvia belépőjét fogja énekelni, ami, mint tudjuk, egy nagyon komoly és nehéz belépő ária. Ezen kívül Offenbachtól fogja a Kacagó áriát is énekelni, valamint barátnőjével, Bojtos Lucával egy igazi veszekedő duettet fognak előadni. Vajon az opera, vagy az operetta fontosabb? Mellette egy másik kivételes vendéget is köszönhettünk ezen az esten. Bojtos Luca az Operett Színház szopránja ezúttal a székesfehérvári zenebarátoknak bizonyította kvalitásait. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Zemlényi Eszter régió barátnőm, úgyhogy külön öröm vele együtt énekelni. Hogyan gyűjtök dalokat?
Ugye most a farsangi időszakban vagyunk, ez egy operettkoncert, próbáltam minél színesebben kiválasztani azt, amit a repertoárra tettem. Az operettek mindig a szerelemről szólnak, szerintem mindenki meg tudja magának találni a kötődését, hogy ez most egy ártatlanabb, egy szenvedélyesebb, egy csalódottságról szóló darab is próbáltam úgy összeválogatni, hogy legyen benne egy picit ilyen is, egy picit olyan is, hogy minél színesebb legyen a paletta. A zenekar és a szólisták elmaradhatatlan kísérője Kéri Tamás zongoraművész számára ebben a közegben minden egyes pillanat megerősítést jelent, hogy Székesfehérvár a zenevárosa is. Mindig egy különleges vállalkozás, tehát mindig új és új témákkal rukkerülő Katica az oldalnak a megálmodója. Most ez az operettes, ez különlegesen sok játékra ad lehetőséget, jobban szabadon engedi a fantáziánkat. Tehát azt hiszem, hogy számomra ez jellemzi a mai programot. Zemlényi Katica a koncerten bejelentette, hogy a kórus tagjaival és a meghívott vendégművészekkel közösen úgy döntöttek, hogy a koncert teljes bevételét a törökországi földrengés károsultjainak ajánlják fel, míg a Szent István Művelődési Ház, Jakubek Tiborné és csapata az est bérleti díját ajánlotta fel, illetve az est vendége is csatlakoztak a nemes gesztushoz. Mester és tanítványai, három művész festményeiből nyílt kiállítás a Köfér Művelődési Házban. A tárlaton magyari Ari Kishonti Éva és Gyé Simon Margit alkotásai tekinthetőek meg. A Köfér Művelődési Házban Kint és Bent címmel nyílt meg az a kiállítás, amely Gyé Simon Margit, Kishonti Éva és magyari Ari műveinek adott otthont. A megnyitón Horváth Lakatos Noémi és Horváth Roland műsorát követően az intézmény igazgatója Simon József köszöntötte a megjelenteket, majd magyari Ari, a kiállító művészek mestere, aki szintén kiállított, mondta el gondolatait a tárlat munkáiról. Minden művésznek az a lelki vágya, hogy amit magának csinál, maga örömére, annak egy visszatükröződése legyen a társadalomba, vagy a környezetébe, családba, és egy ilyen tárlat, ami itt van, az természetesen nagy öröm számunkra, mert a látogatók tovább viszik a hírünket, vagy véleményt nyilvánítanak róla, és ez egy új erőt ad ahhoz, hogy alkossunk továbbra is. Gyé Simon Margit vágya teljesült, amikor 50. születésnapját követően meghozta a döntést, és lánya indítatására ellátogatott a magyar-almási alkotótáborba, ahol elsajátította a festészet alapjait, hogy aztán a Simon M. Veronika kurzusait követően folyamatosan fejlődjön és kiteljesedjen az alkotás örömében. Amikor 50 éves lettem, akkor úgy gondoltam, hogy mindent, ami felvállaltam az életbe, azt már megcsináltam, és most már jó lenne egy kicsikét magammal is foglalkozni, és akkor álltam neki festést tanulni. Először is rettenetesen érdekelt a dolog, másodszor pedig pihenésre, relaxációra tökéletesen alkalmas ez a folyamat. Hogy választott stílust, tartalmat magának? Hát stílus, tartalmat, minden evő vagyok, minden stílust rettenetesen szeretek, és mindent kipróbáltam. A klasszikus festéstől a 21. század technikáig, az impressionisták technikáig mindegyiket nagyon szeretem. Fő a változatosság. Itt is ugye látszik, hogy az egyik része azért a kis teremben ott az impressionisták stílus jellemző inkább. Itt azért most újra visszatértem a régi klasszikus stílushoz. Mindegy, mindent szeretek. Kishonti Éva számára 2009-ben jött el az a pillanat, amikor is barátnőjével úgy döntöttek, hogy egy eddig ismeretlen úton indulnak el.
Hasonlóan barátaihoz ő is a Cserhát alkotókör tagjaként kapta meg az elköteleződést, s mára ismert és elismert tagja a művésztársadalomnak. Nagyon boldogok vagyunk először is, mert ugye a Covid időszak alatt nem volt kiállítás, nem tudtunk találkozni a többiekkel, nem tudtunk visszajelzést kapni ugye a művekről, amiket ráálltunk vagy festettünk. Nagyon-nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, és nagyon köszönjük a Józsinak, hogy egy ilyen lehetőséget adott, hogy megmutassuk, hogy mit alkottunk idáig. Honnét jön az indítatás? Hát én 2009-ben kezdtem el festeni, és pont a barátnőmnek a inspirációjára, ugyanis én amúgy egy antitalentum vagyok így rajzolásba, festésbe szerintem, és amikor mondta neki, hogy de jó neki, hogy fest, azt mondta, hogy mindenki tud festeni. Én biztos nem. De csak akarni kell. Ezt le is írtam, és akartam, és egy fantasztikus hobbit találtam, mert gyakorlatilag ez hobbi nekünk, mert amúgy kohómérnök vagyok, tehát nem sok közöm van a művészethez, de ez valami olyan, nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen végtelen valami, amiben az ember el tud merülni. A kiállítás március 14-én ingyenesen megtekinthető a Köfén Művelődési Házban. Folytatódott a szimfonikus zenekar Kérdezd a karmestert koncertsorozata Dobszai Péter vezényletével, ezúttal Mozart műveinek mélységeit ismerhették meg a zenebarátok. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekara 2022-23-as idényben rendhagyó új kezdeményezéssel szólította meg a klasszikus zene székesfehérvári barátait. A Kérdezd a karmestert koncertsorozat különleges alkalmat kínált az érdeklődőknek, hogy egy-egy ismert zenemű kapcsán betekintsenek a zenekar működésébe, s mindenek előtt közelebbről is megismerjék a karmesteri munka izgalmas műhelytitkait. A zenekar otthonában az új évben is folytatódott a koncertsorozat, ezúttal Wolfgang Amadeus Mozart örökbecsű műveinek jegyében. Az egyedi atmoszférájú közönségbarát csupa nagybetűs esten ezúttal is Dobszai Péter vezényletével szárnyaltak a zenekar muzsikusai. Haydnnal indítottuk a sorozatot szeptemberben, azután Schuberttel folytattuk, és ma este Mozart jegyében megyünk tovább a Kérdezz a karmestert sorozattal. Én a legfontosabb újdonságnak a közvetlenséget és az interaktivitását tartom ennek a műsornak. Igyekszem a lehetőleg emberi boldalukról megközelíteni a zeneszerzőket, és igyekszem a lehetőleg érzékletesebben megmutatni azt, hogy semmiben sem különböztek ők mi tőlünk biológiai értelemben véve. Mindamellett, hogy óriási nagy szellemek voltak, és már Schubert esetében is, de Mozartnál aztán főleg a fiatalon való megalkotása a tökéletességnek az valami lenyűgöző mértékben jelenik meg. Most azt gondolom, hogy ennek ma este ismét egy szép példáját hallhatjuk majd. Mozart a zeneirodalom örök ikonja, minden műfajban meg annyi értékes darabot alkotott. Művészetének varázsához tartozik, hogy az emberi lélek legmélyebb rezzenéseit megragadó kompozíciói szinte terápiás erővel bírnak a mában is, amit a muzsika barátai is érzékelhettek. Ez egy nagyon fontos, nagyon jóleső visszajelzés nekünk, és azt gondolom, hogy egy olyan visszajelzés, amire figyelnünk kell, akkor van értelme a munkánknak, hogyha azt szeretik az emberek, bár természetesen az magának való zenélés sem hiába való, amit egy muzsikus egyedül tölt el egy szobában, de hát mégiscsak a város, a zenekart a város polgáraiért működteti, és mi ebben a kötelékben igyekszünk a lehető legteljesebb művészetet felmutatni az ő számukra. A különleges hangszerelési megoldásai révén varázslatos hangzásképpel gyönyörködtető kompozíciók természetesen a zenekar számára is komoly kihívást rejtettek, és ami a legfontosabb, a zeneértő közönség is megtapasztalhatta, milyen is egy komoly zenei találkozó, kicsit másként. Azt gondolom, hogy a 21. században egyáltalán nem magától értetődő az, hogy ezt a típusú értéket, ami nem
olyan mértékben és nem olyan módon adja magát, mint ahogy akár a popkultúrában, akár a kereskedelmi kultúrában megjelenik. Azok az emberek, akik ma klasszikus zenei koncertre jegyet vásárolnak, azok egyrésztről jó vásárt csinálnak, jó eséllyel tudják azt, hogy mire érkeznek, és nem csalódnak. Ugyanakkor az én szememben azonnal tiszteletet is ébreszt az, hogy valaki ezeket az értékeket ma is ebben a történelmi és gazdasági helyzetben meglátja, támogatásra és meghallgatásra érdemesnek ítéli. A szimfonikusoknak, mint a koncerten is kiderült, megerősítést jelent, hogy Székesfehérváron már minden korosztály elmélyülhet a klasszikus zenében. A zenetagozat 50. évfordulóját köszöntötte a Kossuth Lajos Általános Iskola. Az ünnepen felléptek az intézmény egykori és jelenlegi tanítványai is. Bensőséges hangulatú rendezvénnyel köszöntötte a Kossuth Lajos Általános Iskola az intézmény zenei tagozatának 50. születésnapját. Az 1972-73-as tanévben jött az áttörés, amelynek emlékére Jöjjetek énekelni címmel öröméneklésre invitálták az egykori és jelenlegi tanárokat és diákokat, hogy együtt tegyenek hitet a fél évszázados csoda előtt. Az ünnepségen Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Az idejében két jubileumot is ünnepel az intézmény, hiszen 70 évvel ezelőtt alapították magát a Kossuth Lajos Általános Iskolát, és 50 évvel ezelőtt pedig elindult a zenei nevelés. Én azt gondolom, nagyon hálásak lehetünk ennek az intézménynek, és 50 évvel ezelőtt azoknak a vezetőknek és pedagógusoknak, akik elhatározták, hogy egy kicsit többet adnak az idejáró gyermekeknek azzal, hogy a zenei nevelést előtérbe helyezték. És az elmúlt 50 évben több ezer diák kapott egy olyan pluszt, amely azt gondolom, hogy ha nem is lett mindenkiből akár énektanár, vagy zenetudós, vagy éppen zenész, akkor is kapott egy a kulturális életben is élvezhető pluszt, amit aztán kihatott az egész életére. Én nagyon köszönöm mindenkinek, aki a mai napon is itt van, hiszen nyilván ez egy jó találkozási lehetőség az elmúlt 50 év pedagógusai és diákjai számára, és bízunk benne, hogy ez a zenei nevelés, ez továbbra is itt is meg lesz a városban. A város kulturális életéhez pedig a zene azt gondolom, hogy kiemelten fontos. Strasserné Farkas Márta az iskola igazgatója megerősítette, büszke arra, hogy az intézmény számára alapvetés volt a színvonalas zeneoktatás, amelynek eredményeként számtalan tehetség bontogathatta szárnyait. Fantasztikus ünnepre készülünk, és innen a kamerák elől is üdvözlöm az egész kossuthos nagy családot, azt a nagy családot, ahol felemelő érzés összetartozni, azt a nagy családot, ahol örömmel tekintünk vissza a kezdetekre, és büszke szívvel emlékezünk, és azt a nagy családot, ahol most együtt, itt, nagy boldogságban tudjuk a jelen szépségét is megünnepelni. Muhai Judit tanárnő, a zenepedagógus legenda sokat tett azért, hogy valamennyi tanítványa meghatottan emlékezzék, hiszen az ő életüket is bearanyozta elkötelezett munkájával. Nagy örömmel, kis bánattal is, mert azt hallottam, hogy az idén már nem indul emelt szintű énekzeneoktatás a Kossuth iskolában, de majd visszacsalogatjuk, és ezért is vállaltam el, hogy az én régi tanítványaimnak a lelkesedéséből merítkezve saját magam is majd fellelkesülök, és akkor egy nagyon szép estnek lehetünk majd tanulni. Őstör Anna Mária az egykori kossuthos növendék unokájával érkezett, hogy a gyönyörűséges ifjú hölgy is ideje korán megtapasztalhassa az iskola egyedülálló milliójét. Az énekzenei tagozat egy legendás tagozat volt városszerte, nekem nagyon sok barátnőm járt ide, és nagyon sokszor hallgattuk a gyönyörű szép éneket. A lányaim is ide jártak egyébként ebbe az iskolába, úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a hagyomány így meg tudott maradni, és azt az értéket, amit a zene jelent, amit a zene közvetítésével kapnak a gyermekek, azt itt az Öreghegyen, ebben az egészséges, boldog iskolában tudjuk folytatni.
Orsovai René is elfogadta a meghívást, tekintve, hogy ama már szerte az országban ismert és elismert énekes is, a Kossuthban kezdte művészi pályafutását. Tulajdonképpen itt alapozódott meg az, hogy én szeressem a zenét. Tehát ez olyan fontos dolog, amikor egy kisgyerekkel megszerettetjük a zenének a mi voltát, és az, hogy miket lehet vele elérni, és milyen érzelmeket lehet vele kifejezni. Úgyhogy itt fektettük le az alapokat, és ez nekem nagyon fontos, hogy itt alapoztuk meg, hogy én megszerettem azt, amit aztán most már szakmaszerűen űzök. Horváth Miklós Csaba, a városrész önkormányzati képviselője számára dupla ünnep volt ez az alkalom, hiszen csaknem napra pontosan 50 évvel ezelőtt érkezett meg Székesfehérvárra. 1973-ban kerültem Székesfehérvárra, tehát én duplán jubilálok ebbe az évbe, ráadásul ugye itt, mint Öreghegyi képviselő, meg itt lakunk Öreghegyen, ugye tudjuk, hogy most volt a 70 éves évforduló, és akkor itt mindjárt jött ez az 50 éves, hogy a zenei tagozat is megalakult, és hát ugye nekünk büszkeség a Kossuth iskola, nem csak azért, mert ez az egy van, hanem valóban egyre jobb eredményeket érnek el. Már elég nehéz bekerülni is ebbe az iskolába, úgyhogy körzeten kívül elég, főleg körzeten kívül nehéz. De az, hogy büszkeséget tölt el bennünket, hogy nekünk öreghegyieknek ilyen iskolánk van, ugye az nem csak azt jelenti azért, mert az énekzenei tagozat is itt van, hanem azért, mert köszönet elsősorban ugye a tanári karnak, mindent megtesznek azért, hogy valóban büszkék lehessünk erre az iskolára, ugye a zenei tagozat mellett különféle más témákban is nagyon kiválóan szerepelnek a gyerekek, de azért, mint itt is lehet látni, a szülőkkel együtt a gyerekek és a tanári kar is mindent megtesz azért, hogy ez az 50 évre tényleg büszkék lehetessünk, és még sokáig szeretnénk, hogyha büszkék lehetnénk, vagy a jövőben is. Úgy hallottam, hogy még fejleszteni akarnak különféle zene tantárgyakkal, és hát várjuk, hogy minél szebb eredmények szülessenek, és minél sikeresebbek legyenek. A múltat megidéző, a jelent és a jövőt megbecsülő találkozó megerősítést, valódi öröméneklést hozott. Mosolygós arcok dalokkal idézték meg a múltat, és újra hitet tettek arról, hogy a zene mindenkié. Torockó és viselete címmel megjelent Klotz Miklós fotográfus könyve az erdélyi faluról. A művet nagy érdeklődés mellett a Szent István Művelődési Házban mutatták be. Talán egyetérthetünk azokkal, akik szerint lehetetlen egyet is kiemelni Erdély csodálatos kisfalvai közül, de Torockó mégis megér egy külön fejezetet, ami megerősítést nyert a Szent István Művelődési Házban is, ahol a Lausman Ildikó vezette pódiumbeszélgetés keretében ismerhették meg a vendégek Klotz Miklós, Torockó és Viselete című fotóalbum a megszületésének útját. Kiállítását már volt szerencsém több ízben megnyitni. Nagyon szeretem a munkáit, és ez az album, amit most ő alkotott nekünk, ez egészen más, mint az eddigiek. Az eddigiek kifejezetten fotóalbumok voltak, és ilyen jellegű válogatások. Ez pedig egy a teljesség igényével készülő könyv, ami abszolút komplett módon mutatja be nekünk Torockót, egészen az ős történetétől, történelmétől fogva a mostani ott élő emberek életmódjáig. Klotz Miklós igényes kivitelű, a mindennapok mélységeit is bemutató könyve, másfél évtized gyűjtő munkájának eredménye,
és bizony a hétköznapi emberfia okkal ámul, a kopár székelykő alatt megbúvó falu utcái, mintha megállt volna az idő, hagyományos fehér házai, népviselete, iparművészete nem csak a múzeumok része, de a mindennapoké is, és mindez a varázslatos fotóalbumból is megerősítést nyer. Az indítatás az az volt, hogy beleszerettem Torockóba, ugye ennek most már lassan 2 évtizede, és az a fotóanyag, ami összegyűlt, illetve azok a hatások, amik értek engem Torockóba, azok jelentették azt az indítatást, ami miatt ez a könyv gondolata megszületett. Aztán az elmúlt, már nem is tudom, hogy 16 év, 17 év, szóval jó pár év alatt, ahogy alakult és ahogy megvalósult, ahhoz azok az első benyomások kellettek, amik nekem varázslatosak voltak a Torockon. Én azt gondolom, hogy a kívülálló számára nem különben ugyanígy van, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy ezt most a közkincsé tetted. Ez volt az elsődleges szándék? Az elsődleges szándék az volt, hogy ha ott vagyok Torockón, és amihez én értek, azt ott művelem, azaz fotózás, akkor egy idő után kötelességemnek éreztem, hogy ezt valamilyen módon tudjam a falu javára kamatoztatni. És összedolgozva velük, az én gondolataimat összefésülve született meg igazából ez a könyv. Úgy gondolom, hogy elérte a célját, mert az ottani fogadtatás az nagyon-nagyon pozitív volt. Igen, mindenképpen ezt szerettem volna kérdezni, hogy mennyire ad megerősítést a fokozott érdeklődés, hiszen már számtalan helyen volt bemutatója ennek a fotókönyvnek, és mindenütt nagy sikert aratott. A visszajelzések mindig nagyon fontosak, természetesen ezek kellenek, de a legfontosabb az volt, hogy nagyon nagy munkával, nagyon nagy odafigyeléssel sikerült megvalósítani azt, ami az eredeti elképzelés volt. Az, hogy az eredeti elképzelés helyes volt-e, abban segítség a visszajelzés, mert most egyelőre úgy tűnik, hogy jól gondoltam, hogy ezt a könyvet meg kell csinálni, és így kell elkészíteni, ahogy elkészült. Vannak további terveid, hiszen Erdély bőségesen bővelkedik a csodábbnál csodább helyekből. A további tervekkel kapcsolatban mindig kaptam ötleteket a könyvemutatók alkalmával. Mindig volt egy-két olyan ember, aki javasolt nekem jobbnál jobb gondolatokat, amik valóban megfontolás tárgyát képezik. De azok a képek, azok a helyek, amerre jártam és elkészültek a képek, azok már egy-egy alapot jelentenek. Úgyhogy meglátom, hogy milyen úton indulok majd tovább, és hogy mi lesz belőle. Egyelőre ennek a könyvnek még nagyon örülök, úgyhogy még maradok ennél az érzésnél. Nem terhelem magam azzal, hogy újabb és újabb kihívásokat állítsak magam elé. Az elkötelezett alkotóember gondolatai kísérik el az olvasót, ahogy Klotz Miklós fogalmaz, egy igazán egyedi, különleges múltú világról kerül le a lepel, aminek hatására egy tartós szerelem csírái bontakozhatnak ki. Akit vonz egy ilyen felfedező utazás, merüljön el a könyv lapjai között, és ne lepődjön meg, ha közben hallani véli a szirének énekét. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!